Most, hogy megvan a kesztyű, a lehetőségek kitárulnak. De táruljanak még tovább. Most addig találtam a gombokat. Szóval most, hogy már fel tudjuk emelni az ilyen köveket, amik alatt nem mindig van valami. Elmehetünk ide akár jobbra is. Messze túl a boszorkányon. Ez a temető most csak arra lenne egyelőre jó, hogy visszamenjek oda, ahol az elején voltam. Le a kazamatába, és szerezzek néhány apróságot. Csak rubint, bombát, nyilakat. Az most nem igazán kell. És ezeket is föl lehet már emelni. A lényeg az itt jön. Egyelőre nem lenne muszáj. De később majd úgy is kellene egy sokkal későbbi kazamatához. És akkor már miért ne szórakoznánk most rögtön? Hopp, ezt viszont még mindig nem lehet. Ami azt jelenti, hogy lesz majd ennél is jobb. Kezdjük. Az ilyeneknek meg egy emlékeztető, hogy neki kell szaladni. Mármint nem az az emlékeztető, hogy neki szaladok. Ez alatt pedig egy szív lesz, ugye? Így van. Ez itt egy elég különleges hely. Csupa víz, csupa zora. Itt még mindegyik ellenséges. Ez majd megváltozik a Nintendo 64-en. Érdekes szárazföldi zorákat látni, ugye? Gyakran dobnak bombát. Hogy régen mennyire érdekelt, hogy hogyan lehet abba a szigetre följutni. Lehet, hogy sehogy, de annyira hívogató. Ott van az a bokor is. És... még van itt valami. Ott van mi. Teljesen úgy látszik, mintha ott ki lehetne ásni. Pedig még nincs mivel. Hoppá. Most lehet, hogy gond lesz. Szeretnék úszni, de... Igen, fizetek. De sajnos ez még nem fog bejönni. Akkor mégiscsak kell az a kis pénz. Pedig emlékeztem, hogy majd kelleni fog. Na, itt lehet majd bejutni. Ezeket is el lehet tolni, de nincsen sok minden. Csak néha ilyen szellem. Ez viszont már más tészta. És mint mondtam, az ilyeneket nem is kell robbantani, csak neki rohanni. A legtöbb dologra úgy sem lesz szükség egyelőre. Na de ez nagyon jól jön.
Én már bőven elég pénz van. Tehát jutni fog még másra is. Mondjuk kórházi rendelésre, hogyha annyira nagyon megharablósnak ezek a patkányok. Most nem játszok kígyó idézőt. Csak kezdjük újra. Immáron több pénzzel. Vissza az alákhoz. Egyébként ilyen fáknak is neki lehet menni. Bármikor lehet benne bármi. Például finom alma. Mennyi varázsital is van? Hát persze, én nem használtam semennyit, mert nem volt rá szükség. Majd meglátjuk, hogy lesz. Főleg majd akkor kell, hogyha elfogy a varázserő, majd bizonyos kazamatákban könnyen megeshet. Végre megvan, ami kell. Most már annak az óriás zorának szava nem lehet. Amikor először jártam erre, akkor még így följönni is nehézséget okozott, anélkül, hogy beesnék a vízbe. De látom, ez még mindig nem megy tökéletesen. És igen. Ez arra való, aminek látszik. Úszikálni lehet vele. Lebukni a víz alá nem. De... az, hogy most már a vízfelület is majdnem olyan, mint a szárazföld, az minden pénzt megér, ugye? Ilyeneket is lehet vele szerezni. Régen azt is gondoltam, hogy hát, ha lehet égetni ezeket a bokrokat, mondjuk a tűzmedállal. De úgy tűnik, hogy nem. Természetesen most az első dolgunk, hogy ilyen dolgokat szerezzünk meg, amiket csak úszva lehet. Például volt szó egy vízesésről. Jé, itt van egy. Na hát azt hiszem, ez a bumerang nem kell nekem, bedobom ide. Persze ez nem akadályozta meg abban, hogy továbbra is ott repüljön a levegőben. Olyan én dobtam be, vagy nem? Bizony én. És amit helyette kapok, igazán megéri a pénzét. Gyorsabb, távolabbra megy. Mire nincsen még szükségem.
hogy ezerszer végig próbáltam régen az összeset, hát ha valamelyiket tovább fejleszti. De ez az egyetlen, ami még maradt. Meg persze üres üveget is be lehet dobni, és akkor varázsitalt ad vissza zöldet. Na. Eddig is már ösztönösen ezt akartam volna. Hogy a pajzs kivédje a tűzgolyót. Így. Bum, ennyi volt. Megdöbbült tőle a tűzgolyó. És most már igénybe lehet venni ezeket a teleportokat is. Örvény teleportokat. Jé. Pont kb. Erre akartam jönni. Ez majd egy nagyon fontos hely lesz itt máskor. Most nem annyira fontos, de azért meg lehet nézni. Egyik tulajdonsága neki. Ez itt tele van tündérekkel. És állandóan, tehát be is foghatnám őket az üvegbe, hogyha nagyon akarnám. És itt is lehet dobálni, de itt pénzt. Néha azt mondja, hogy kis szerencsém, máskor, hogy nagy szerencsém, máskor pedig, hogy katasztrófa lesz. De ez egyáltalán nem lényeg. Csak dobálni kell befelé a pénzt. Már 60. Már 80. Vajon mennyi pénzt fogok elpocsékolni? Hát ennyit. Mert már meg is jelenik a jóságos vízi tündér. És választhatok több bombát vagy nyilat. Régen persze általában annyi pénzt dobáltam be, hogy mindegyikből meglegyen a maximum. Valami 65 bombából és 75 nyílból vagy hasonló. De most nem kell. Mondjuk választok bombát. Mert az azt hiszem többször fog kelleni. És készen is vagyunk. Most nem fogok itt rúpiákat gyűjtögetni. Van valami sokkal érdekesebb errefelé. Nemrégiben látni lehetett egy hidat. De vajon mi van a híd alatt? Biztos nem patkány. Az lakik a híd alatt, akinek nem sikerült az érettségi. De még ő is tud adni nekünk valamit. Egy üveget méghozzá ingyen. Ez már a harmadik. A következő tennivaló. Fel kell mászni ide. Előtte még van néhány kis vizecske, de semmi fontos nincsen bennük már. Azt hiszem. És a követ nem kell nagyon felemelni, itt kapunk egy kis pénzt külfelemelésért. Erre felé is.
De azt hiszem ennyi. Biztos nem hagytam ki sehol negyed szívet vagy hasonló. Mi is van itt? Már el is felejtettem. Ja igen, persze. A kovács. Akkor most gyorsítsuk fel kicsit a dolgokat. És menjünk egyenesen a szentélyből föl a hegyre. Még varázsitalt sem kell, hogy vegyek minek. Emlékszek rá, amikor ezt felfedeztem egy délelőtt folyamán. Egy napfényes délelőtt. Azzal töltöttem el, hogy játszok. Ahelyett, hogy kint lettem volna a szabadban. De nagyon megérte, hiszen megtaláltam itt ezt a negyed szívet. Ez a fontos az életben. Mindig félelmetesek voltak ezek a madarak. Mi is van itt? Egy infláció növelő. Képzeljétek el, mi lenne, hogyha ezeket tenyésztenék. Hű, most még pirosat is eldobott. Összeomlana a gazdaság. És most, hogy fel tudjuk emelni ezt a követ. Jé, itt is van. És most vissza sem ütött, amikor rámentem, de jó. Az a lényeg, hogy itt nincsen visszaút. De komolyan mondom, hopp, most már nem mehetek vissza. Persze kiléphetek, vagy valami, de az már nem olyan. És ez itt ilyen labirintusszerűség lenne, hogyha nem tudnám pontosan, hogy merre kell menni. Mert annyi milliószor játszottam vele, hogy már ösztönösen sem téveszteném el. És itt van egy emberke. És elvárja tőlem, hogy kivezessem innen. Nem azért szívesen megteszem, de hát hogyha ennyire elvárja, az már kicsit önző dolog. És még tudálékoskodik is itt nekem. Meg azt mondja, hogy forduljak jobbra. Csak azért is erre jövök. Talán mégsem. És már fel is másztam a hegyre, csak még nem másztam meg. Teleport, nem telefon. Nagy különbség. Ez kicsit túl értékes ajándék, el se fogadhatom. Másik világról beszél itt nekem. Kívül gyorsabb lenne fölmenni, de most nézzük meg, hogy mi van bent. Az a lényeg, hogy ez az öreg itt feltölti a szívemet állandóan. Mivel kint kövek esnek rám, az egyetlen előnye itt bent végig menni, az, hogy akkor nem esnek rám, logikusan. De nem is megyek föl balra, hanem előtte még megmutatok valami nagyon érdekeset. Ez itt egy egyszerű kis hídnak tűnik, ami nem lehet átmenni. Viszont amint átkerülünk a másik világba és eljövünk ugyanide,
itt lehet megcsinálni azt a halálhegyről lejövés titkot. Szépen nyomom magam a falnak, amikor megyek át egyik világból a másikra, és végül úgy kerülök a tetejére, hogy le tudok ugrani. Így nem is kell, hogy megcsináljam a következő harmadik várat, ahhoz, hogy átjuthassak a sötét világba, a második világba. Ezek meg idegesítőek, hogy itt átváltoznak kővé és nem döglenek meg. Hogyha a harmadik világ megcsinálása nélkül jutunk abba a másik, illetve a harmadik vár megcsinálása nélkül jutunk abba a várba. Na, nem tudok már beszélni. Szóval, ha megcsináljuk ezt a trükköt, akkor nem kapjuk meg a mesterkardot, hanem a normál karddal kell itt szórakozni. A másik világban is, az nagyon érdekes. Egyszer majd arról is kéne, hogy videót csináljak. Hopp, itt mi van? Ne érdekeljen minket egyenlőre, hanem itt le kell ugrani valahova, azt hiszem ide. Na, ezek is nagyon félelmetesek és idegesítők tudnak lenni. Főleg, hogyha valaki szívesztés nélkül akarja végigjátszani ezt az egészet. Nekem akkor az a végigjátszás már többszörösen is tönkre lenne téve, az biztos. Legalább szívet dobnának el. Nos, pont nem ide kellett volna jönni. Na mindegy. Fogtam egy tündért legalább. Újra fölmászok és leugrok egy másik barlangba. Ez egyébként az egyik legimádnivalóbb dolog ebben a játékban. Ezek a gírbe-gurba mindenfelé menő alagutak. Egyszerűen olyan jó elveszni bennük, még akkor is, amikor esetenként nincsen semmi különleges tárgy elrejtve bennük. Úgy, mint például a keleti részén ennek a nagy hegynek. És már meg is van a szív. Most csak megint vissza kell menni, és folytatjuk a kalandot. Most pedig ezek nem érdekelnek. Majd mindenképp lesz egy kis kalandozás a többi barlangban is. Mindkét világban. Hű, ha mi ez itt? Csak nem. Lehet, hogy nem sikerült az összes másik világba nyúló kaput bezárni. Mi lenne, hogyha lennék olyan rossz, hogy rátaposnék? Pedig még nem is szívtam semmit. Habár, valahogy ez nem úgy tűnik. Jé, még egy barlang. Elbújok szégyenemben, hogy nézek már ki. Hoppá, csak nem egy későbbi tárgy fog kelleni ide. Vagy kettő. És ilyen formában még növényt sem lehet fölvenni, egyszerűen semmit nem lehet csinálni. De amit biztos, hogy lehet csinálni, az a térképet nézegetni. Amikor először jut ide az ember, akkor körülnéz, hogy jaj, milyen érdekes lesz, amikor kijut innen a hegyről. Hű, mocsára sivatag helyén. Hű, ez csak nem egy jégpalota.
Na hát, itt mi van? Ott mi van? Szétdőlt házak a faluban, na hát. Egyszerűen érdekes. És itt van. Kb. Itt lehetne valahol megcsinálni. Ezzel át visszaváltani a fényvilágba. És akkor végül oda le tudnék ugrani. Nem halok bele vagy valami. Azért, mert nem úgy készült a játék, hogy oda lehessen menni, ezért egyszerűen meghagyták járhatónak. De most azt nem csinálom meg. Mert ha már végigjátszás, akkor játsszuk végig az összes részét. De egyébként tényleg érdekes. Ott lent pedig csak egy tündér van. Tényleg érdekes, szimpla karddal végigjátszani a sötét világot. Egyszerűen teljesen más. Máshogy reagálnak a fő ellenségek meg minden. Jé, sorstársak. A hármas erő az változtat itt mindent. Furcsa dolgokká, azzal, ami az ember szívében van. Tehát Link egy nyúl. Inkább ne. Inkább visszaváltok ide. És italom jár érte. Itt még nem sok minden terem nekünk. Mert hogy kellene a mesterkard. Ami nincs. Ide meg kalapács. Ami szintén nincs. De van nekünk egy torony.